Hello, sziasztok! A mai videónak a témája, hogy hogyan profitálj a veszteségből, avagy mínuszra mínuszat húz, és akkor hogyan tudsz ebből előbbre jutni, hogyan tudsz nyerészkedni olyan helyzetben, amikor a legtöbben feladnák, amikor a legtöbben visszahúzódnának a kis nyuszi barlangjukba. Itt olyan érdekes technikákat fogok most bemutatni, olyan életszagú történéseket, amikről hiszem, hogy hozzásegítenek valóban a vagyonépítéshez, hiszen a vagyonépítés tévesen mindig pozitív események sorozatához szeretjük kötni, ugye a gondtalan pozitív élmények sorozata, holott valójában nehézségről nehézségre bukdácsolunk, és mindig az a kérdés a nehézségből, hogyan tudsz felállni. Úgyis az élet az sosem arról szólt, eddig se pénzügyi értelme se, hogy minden bejött. Inkább arról szólt, hogy amikor nem jött be a számításod, azt hogyan tudod elviselni, hogyan tudsz, és mit tudsz vele kezdeni. Mániákusan az emberek egyébként félnek a veszteségtől. Azt vettem észre, hogy félünk attól, hogy leírjuk a veszteséget, és nyilván ennek van negatív hatás az életünkre, egyszerűen annyira reszketek a félelem a veszteségtől, hogy nem veszem észre, hogy hogyan tudnék építkezni. Legjobb példája ennek egyébként a hitel, bár jaj, tudom, hogy most megint, jaj, biztos marketing duma lesz, de nem. Tehát a hitel, hányan vannak úgy, hogy azt mondják, hogy ők úgy gondolják, a családjuk azt gondolja, a környezetük azt mondja, hogy soha semmit ne vegyél fel hitelre, mert Jézuson mennyire sokba kerül. És miközben arra koncentrálnak, hogy milyen sokba kerül a kamat, addig elfelejtenek arra figyelni, hogy azzal a hitellel mit kezdenének. És miközben voltak olyanok, akik lakásvásárlástál 5 évvel ezelőtt nem vették fel mondjuk a 7%-os kamatozású hitelt, mondjuk most egy példát, 6 millió forint hitelt a 12 milliós budaörsi panel lakásra, nem vették fel, mert Jézusom 7% a kamat, hát a bank belőlem gazdagszik meg. Addig ma gyakorlatilag ugyanez az ember, aki mondjuk felvette, az ma el tudta volna adni 35 millióért ezt a lakást. Akkor most mi volt a sok a 6 millióra fizetett 7%-os hitel a elmúlt 5 évben, vagy az a veszteség, amit ergo nem kerestél meg, hiszen nem vetted meg a lakást, 35 millió mínusz 12, az alsó hangon is mondjuk egy mennyi? 23 millió forint. Érted? Vagy tényleg rengetegen példa van az életünkben, amikor azt számolod, ez a ne, hogy a másiknak legyen jó, és akkor inkább nekem lesz szar. Ugye nehogy a bank gazdagodjon rajtam, ezért inkább nem veszem észre, hogy tehát nem magammal foglalkozok, és talán az egész technika ezzel kapcsolatban erről szól, hogy magammal, az én céljaimmal és az én terveimmel foglalkozzak, és ne arra koncentráljak, hogy más mit nyerészkedik belőlem, vagy mit nem, az az ő dolga, mindig azt kell kitalálni, hogy nekem ez jó, vagy nem jó. Nagyon jó példát mondok még erre, például Revolut Metal kártya, én fizetek évi 46-50 ezer forintot kb. Metal kártyára. Sok azt mondanák erre, hogy úristen, hát ők nem fizetnek egy fintechnek 50 ezer forintot. Az rengeteg. Inkább maradok a kis XY bankszámlámnál, mert az a biztos, ma az a jó. És ugye, amikor arról beszélgettünk, hogy kinek milyen költségei vannak, ez egy másik videómban ez is meg ki fog kerülni, mert felvettem, akkor rájövünk, hogy összességében én sokkal kevesebbet fizetek bankszámla használatra, pénzfelvételre, mindenre, mint ők, akik azt hiszik, hogy olcsóban úszták meg, közben nem, csak nem stratégiába gondolkodtak folyószámla kapcsán, hanem próbálták olcsón megúszni, arra figyeltek, hogy azonnal ne kelljen valakinek sokat fizetni. Helyette apránként a használat útján fizetik meg a többszörösét annak, mint amit én fizetek. Na, nézzünk meg konkrét példákat, hogy hogyan lehet a mínuszra mínusszal válaszolni, és hogy mire gondolok. Ugye van egy ilyen technika, például a tőzsdén, hogy átlagárazás technikája. Ezt egy kicsit lehet vegyíteni, csűrni, csavarni, de milyen életszerű helyzetbe találhatod magadat? Egy részvény, egy számodra szimpatikus, tetszetős részvény elugrott fel az árfolyamba, általában mire te már eljutsz odáig, hogy megvennéd, addigra annak az lett az oka, hogy már futott valamennyit. Nagyon ritka az, amikor a mi szintünkön valaki úgy vásárol részvényt, hogy az a részvény az még szinte mínuszos, a béka segge alatt van, és nagyon komoly elemzésekkel, titkos információkkal te megszülött, hogy
még azelőtt, mielőtt a piac felfedezte volna magának, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, és mersz belerakni pénzt. Ez ritkább. Inkább az a tényleg a valóság, hogy egy részvény az fut egy nagyobb dolgot, fut valamennyit, és akkor te észreveszed, felfigyelsz rá valamiért, valaki már írt róla, és akkor azon gondolkozol, hogy beszálljál vagy nem, és hogy tegyük fel, beszállsz, mert elkap az őrület, elkap a vágy, hogy hát ez biztos, hogy nagyobb is lesz, megveszed, és azt el kell zuhanni az ára. Mondjuk, mit tudom, például kedvé, mondjuk most hoznom kellett van számokat, de nem hoztam, beteszel 1 millió forintot, és már csak, mit tudom, az átlagárad az 100 dollár. Az azt jelenti, hogy 100 dolláron vettél 1 millió forintért részvényt, bocsánat, 100 dolláron vettél, mondjuk dollár alapú, 1 milliót részvényt, és azt veszed észre, hogy már csak 800 ezer van benne, mert bezuhant. Ugye ilyenkor különféle verziók szoktak lenni, van, aki hátradől, azt mondja, hogy ő akkor rá se néz, nem érdek, nem foglalkozik vele, majd visszamegy. Berendezkedtünk hosszú távra. Van, aki azt mondja, hogy úristen, én félek attól, hogy még jobban leesik, inkább realizálom a veszteséget, szembenézek a veszteséggel, de félek attól, hogy nagyobb lesz a buktám, ezért kiszállok. És egy harmadik megoldás is, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, én hiszek ebbe a cuccba, és az, hogy lejjebb ment az ár, az azt jelenti, hogy betok vásárolni, olcsóbban juthatok ahhoz a forráshoz, ami számomra kedvező volt, ez 100 dolláron, és ez 1 milliót hajlandó voltam betenni, az miért nem kedvező, most mit tudom, mondok egy, nem tudom, nem számoltam ki, de pont, ez 100 dollár, 80 dolláron miért nem kedvező? Ezt belegondoltál ebbe? Hogyha valamiért hajlandó vagy fizetni, az miért nem szimpi neked, hogyha 20%-kal kevesebbet ér? Vagy nem is 20-szal, vagy de 20-szal. Miért nem szimpi? De szimpi, csak úgy itt már nyilván benned van az a félsz, hogy már betettél és buktál. Ilyenkor én azt a technikát szoktam alkalmazni, hogy így esik egy nagyobbat, akkor én igyekszem rávásárolni, ez nem mindig alkalmazom ezt, de van, mikor szoktam, inkább így mondanám. Rávásárolok. Ezáltal mi történik? Sőt, lehetőség szerint egyébként többért vásárolok, mint amennyire eredetileg vettem. Ha 1 millióért vettem egy részvényt, amiben én nagyon-nagyon-nagyon hiszek, de az beesett 80 dollárra mondjuk, akkor lehetőség szerint rávásárolok még 1,5 millióért. Jó, most a példakedvéért mondok nagy számokat, azért ezt a rávásárlást az ember a végtelenségig tolni, és általában azért kisebb összegekkel szoktam így rávásárolni, amilyen kockázatosabb. De lehetőség szerint próbálom legalább a tőkével, vagy akár kicsit többel beszállni megint, mert ezzel tudom, mi történik? Átlagárazással lejjebb hozom az átlagáramat. Ez miért fontos? Mert mondjuk 80 dollárra, 100 dollárra kisebb az eső, hogy visszamegy, mint hogyha mondjuk én lejjebb hoztam a szintet, és mondjuk 80 dollárról, ha már 87 dollárra menne, akkor már nullán vagyok, akkor már nullán ki tudok szállni. Abban nagyobb a ráció. Tehát egyszerűen átlagárazom, még jobban leesik, megint ráveszel. Nyilván itt az a kockázat, hogy ez a végtelenségig is tud esni, és még egy mínusz 80% az már ciki lenne, de ilyenkor, amikor, hogyha egy nagyobbat esik, azért szoktam azt is figyelni, hogy ha lejjebb zuhan, mindig van egy visszapattanás. De tényleg, figyeld meg, lezuhan, egy visszapattanás. És hogyha én egyébként ki akarom szedni a pénzt, mert lehet, hogy úgy gondolom, hogy basszus, ez középtávon, vagy pár hónapon belül, ez tényleg, tehát jobban fog esni. Akkor hogyan tudom kiszedni a pénzemet? Hát nem úgy, hogy akkor gyorsan zárom veszteség a pozimat, hanem akkor bedobok még zsetont azért, hogy lejjebb vigyem az átlagáramat, és ezáltal egy következő felpattanást, ami lehet, hogy csak egy kis hullámocska lesz, már lehet, hogy nullán ki tudok szállni, vagy egy kicsi plusszal, és így akkor megveregetem a vállam, jól dolgoztam, legalább a startmezőre visszaléptem, és aztán legközelebb okosabb leszek. Ugye? Minuszra minusszal válaszoltam. Tehát mi történt? Betettem a pénzt, minuszba kerültem, és nem azt csinálom, hogy kiveszem a pénzt, hanem azt csinálom, hogy még többet betolok, ergo a kiadásaimat növelem, beinjektálok gyakorlatilag a sajátomba, hiszen a mínusz, meg mínuszból mínusz az plusz általában, nem mindig, és nyilván ez nincsen ilyen egyenes arányosága között, hogy ezt csináld és tuti jó lesz, mert lehet, hogy belefutsz egy GameStop-szerű sztoriba, és akkor így csak zuhanás lesz a vége, de nagyon sok stabil részvénynél szokott működni egyébként. Tehát rengetegszer ezt én így eljátszottam már.
volt egy ügyfelem, most egy kicsit a lakásra visszatérve, aki azon gondolkozik, hogy felve, de több ilyen van, hogy szeretne lakást venni befektetésre. És így azt számolgatja, hogy hogyan tudja fizetni. Ugye nálunk aranymondás, hogy csak olyan lakást vegyél meg befektetésre hitelből, aminek a hiteltől lesz, hogy akkor is tudod fizetni, amikor nincsen albérlőd, akár fél évig. Tehát magyarul fizettest ki a hiteledet az albérlőddel, viszont ne menjél csődbe, hogyha nincsen albérlő, és akkor így számolgatunk, hogy ez hogyan fér bele, mint fér bele, miért fér bele. És hát, hogy mondjuk önnála kijött az, hogy, és felmerült ez kérdésként, hogy oké, ez tök jó, de mondjuk tök nagy gondban lenne anyagilag, hogyha mondjuk jön egy baba, meg mondjuk, úgy akkor párja már kiesett, ugye, és akkor ott lenne mondjuk fél évig az ingatlan üresen, vagy ha egy évig üresen lenne, akkor mi történik, hát miből fizeti a hitelt, és akkor így elgondolkodott. És mondtam neki egy okos módszert, hogy mínusszal mínuszra. Tehát mi történik akkor, hogy mondjuk itt van a Covid helyzet, és nem tudod kiadni 150 ezerért az albérletedet, vagy a lakásodat. Akkor mit csinálsz? Bepánikolsz? Akkor te fizeted a 150 ezer mínuszokat minden hónapban? Ami egyébként jónak a fele tőkerész, tehát az mondjuk mi megtakarításnak még beillik, de fizeted? Nem. Hogyha azt látod, hogy a albérletpiac megváltozott, és mondjuk egy évre előreláthatóan itt arról van szó, hogy nem biztos, hogy 150-ig ki fogod tud adni, akkor miért nem csinálsz itt is egy ilyen zseniás fordulatot, és azt mondod, hogy akkor fiam, akkor kiadom 110-ért, vagy kiadom 120-ért, ugye? Minuszt generálok saját, a saját magam elvárásával szembe, tehát a saját kis exembe egy mínusz fog keletkezni, hiszen 150 helyett 130-ért vagy 120-ért adom ki, de ezzel, ettől függetlenül ez egy plusz is, hiszen 110-120-al bruttóban mondjuk, vagy nettóban, tök mindegy, több jön be a nullához képest. Nézőpont kérdése. Tehát még egyszer, mínusz azáltal, hogy kevesebbért adom ki, mint amennyit én terveztem, de plusz ahhoz képest, mint hogyha még egy 5 hónapig nullán állna. És számolt ki, hogy melyik a jobb. Hogyha egy évből mondjuk 6 hónapig ki van adva 150 ezerért, vagy hogyha 12 hónapig ki van adva 120-ért. Számolt ki. Melyikkel jársz jobban? Én azt csinálom például az egyik garázsomnál, ahol, aminél, vagy ilyen felszíni beállomnál, hogy ott ugye az a varázslat, hogy ingyenes a mellettünk levő parkolóház. Tehát, hogyha egy ilyen 200 métert még hajlandó gyalogolni az ember, akkor ingyen tud még parkolni. De ez idővel ez fizetős lesz. És én azt csináltam, hogy úgy hirdettem meg a felszíni beállót, hogy figyelj, 15-ért, elviheted, két évig garantálom az árat. Tehát mit csináltam? Ahelyett, hogy a reális áron így makacsul, hogy 18-20 ezer forintért lehet ezt majd kiadni, ragaszkodnék ehhez, inkább azt csináltam, hogy adok egy jó alkút, hogy két évig garantálom, és olcsóbban vidd el, legyen pénzmozgás, legyen flow, aztán majd ez alakul. És ugyanez egy lakásnál is mindig erre gondoljál, hogy akkor üssél egy mínuszt a költségvetéseden, vagy a terveiden, és csökkensd a kockázatát annak, hogy itt vesztességet szenvedsz el. Tehát még egyszer, ilyen helyzetben nem tudod kiadni, akkor ne azon siránkozz, nem tudod 150-nél kiadni, hanem akkor kössél egy fél éves, egy éves albérletet, add ki fél évre, egy évre, szedjél be amennyit tudsz, menjél a piaci ár alá egy picivel, és akkor azért tuti ki fogod adni, hiszen itt lakni mindig kell mindenkinek valahol, és mindenki kell a legjobb megoldást. Vagy például volt egy olyan ismerősöm, aki amiatt panaszkodott, hogy ő bukott egy panelt Kelenföldön, mert hogy vett ilyen 6-8 millióért panelt, még hát ez még a válság előtt volt, 2007 környéken, vett, és jött a devizaválság, svájci frank hitele volt, és gyakorlatilag úgy tudott menekülni, hogy eladta a házat, ugye elveszett a munkahelyét, és akkor így bukta a házat, de legalább akkor nincs hitele, mondta ő. Én meg így néztem rá, és így nem értettem valamit. Megkérdeztem, hogy figyelj, és most hol laksz? Hát most albérletbe. És akkor hol laktál, amikor így el kellett adni az ingatlant? Hát vissza mama a hotelba, mert nem tudta fizetni egyszerűen a lakhatását. És nem értettem valamit. Hogy miért nem adtad ki albérletbe a lakást? Tehát, hogyha már így is úgy is mész vissza mama a hotelba, ugye? Mert laknod kell valahol. De ott van a helyzet, hogy nem tudod fizetni a hiteledet.
akkor mi, ahelyett, hogy beszántod az egészet, miért nem csináltad azt, hogy fogod magad, te úgy, hogy elköltözöl, és kiadod albérletbe a lakásodat, ergo valaki mással fizetteted meg a hiteled lehető legnagyobb részét. Így nézett rám, mert erre nem gondolt. És az a baj, hogy sokan nem gondolnak erre. Egy lakást a legnehezebb megszerezni, nem megtartani. Ha már megvan a lakás, akkor én azt gondolom, mindig foggal körömmel ragaszkodj hozzá. Ez a szerencsétlen ember, aki mai napig már albérletben lakik, és életében nem lesz esélye megint lakást venni, hogy így beszélgettünk, jövedelmi viszony miatt, képzettség miatt, tehát nagyon nem. Konkrétan elsápad, amikor arról beszélgettünk, hogy most ott nyílik az Etele Pláza Kelenföldön, és ilyen mennyivel? 6-7, hát ilyen 8 évvel később mondjuk, az a lakás, amin mondjuk mai napig lenne devizahitellel együtt se több, mint 14 millió, az a lakás az most ilyen 35, 36, 37 millióért is el tud menni. Teljesen ki van. Gyakorlatilag az nem tudta abban a percben, ő azt hitt, hogy megmenekült, közben az életét vakvágányra helyezte. Nyilván ebben a vetületben az életünk nem megy attól vakvágányra, mert albérben lakunk. Tehát ezt azért értsd meg, hogy nem ez az élet mércéje, hogy mit birtoklunk, hanem hogy hogyan éljük meg az életünket. De ilyen vetületben, igen, neki mindig ott lesz egy anyagi problémája azzal, hogy neki a albérletet ki kell fizetnie ma is, meg valószínűleg öregkorában is. Bocsánat, hogy így lemondtam róla, de az ő helyzetében, ahogyan így láttam, meg beszélgettük, nem lesz saját lakás, ebben szinte biztos vagyok. És ez nagyon szomorú. Érted, hogyha a mínuszra mínuszra reagált volna, hogyha úgy reagált volna, hogy oké, nem beszántom, de elköltözök, oda, ahol amúgy is laknék, hogyha beszántom, és mert te hagyom, hogy más kifizesse a hitelemet, mennyivel jobb anyagi helyzetben lennem most? Kategóriákkal. Egy élet, tehát az élete másképp alakult volna. Ugye, mínuszszal mínusz. Van olyan, hogy van egy megtakarításod, egy befektetésed, én jártam már így a múltba többször, fizettem a kis havi kvótát, és egyszerűen én menet közben az élet felülírta az én terveimet, és volt egy adódott már többször olyan helyzet, de most mondok egy nagyobb példát, az egy tárolomat így vettem, meg tudtam volna venni KP-ra is, de nem likvid tőkéből, de nekem mindig nagyon fontos az, hogy a likviditásomat megőrizzem, tehát egy szint felett, és mindig nőjön a likviditás, és közben a beruházásaim is pörögjenek, tehát egy ilyen balanszot próbálok, egyensúlyt próbálok tartani az életben, és elgondolkodtam, hogy ezt a tárolót, amik Cuzánmán ügyvéddel együtt 1 millió forint volt, mondjuk akkor, hogy ezt miből finanszírozzam, egyik zsebemből, vagy vegyek ki az egyik ilyen ketyegő unitlink biztosításomból pénzt. Nyilván tudtam azt, hogy eznek az ára nagyjából egy ilyen 2-300 ezer forint lesz. Tehát amit én bukok ezen, hogy én ahhoz most így hozzányúlok. És úgy döntöttem, hogy kiveszem. És miért döntöttem így? Azért döntöttem így, mert egyik oldalt mínusz, de másik oldalt hittem a pluszba. Na hát ez annyira plusz, hogy ma már ez az 1 milliós tárolót, ez 2 millió alatt szégyen lenne eladni. Tehát érted? Egyik oldalt mínusz generáltam saját magamnak, de a másik oldalt jól sikerült a befektetés, és a többszörösét hoztam vissza, mert nagyjából kiszámoltam, hogy oké, hogy itt most ennyi mínusz, de ebből erre az 1 millióra vetített hányadból ebből a termékbe lesz valaha 2 millió? Persze! Ha még fizetek be, nagyjából. Meg persze, majd 10 év múlva, 15 év múlva, de addig esélyem nincsen ezt olyan vagyonellemmé átalakítani, amihez szükség esetén hozzányúlhatok. Egy tároló nem ilyen, azt megveszem, az a terveim bejöttek, mert egy éve később már ennyit ért, már majdnem dupla lehet érte, sőt, bejött a matek. És ez bármikor el tudom adni, tehát ergo bármikor ebből pénzt tudok kiszedni, ha kell, vagy hogyha egy újabb beruházást szeretnék intézni. És így van az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor igen, újra kell írnod a saját stratégiádat, és igen, egyszerűen meg kell vágnod magad, mínusz kell egyik oldalt okoznod, hogy beruház. És nagyon sokaknál azt láttam egész életemben, hogy emiatt annyira reszkedtek attól, hogy veszítsenek, hogy nem tudtak nyerni, mert sose volt kellő lendületük ahhoz, hogy valamit nyerjenek, mert féltek attól, hogy veszítenek, mert mint a fogukat húzták volna, hogy jaj, itt bukok-e 200 ezeret, jaj, inkább nem, mert nem akarok 200 ezeret bukni, és közben nem vették észre, hogy azzal a mínusz 200-zal az életüket egy nagyobb, jobb lendület, jobb irányba, jobb
jobb vetületbe tudták volna helyezni. Szóval igen, tehát egyre több példa mutatja azt, legalábbis az én életemben, amikor rossz kilátástan helyzetre, minusszal kell válaszolnom. Mert nem lehetek olyan, mint egy kismókus, hogy begyűjtök mindent, és majd én leszek itt a mogyoró király. Hanem igen, néha be kell mocskolni a saját kezünket, persze jó értelemben, és meg kell tudni hozni azokat a áldozatokat, meg kell lépni azokat a lépéseket, amit egyébként a legtöbb ember nem merne, vagy nem tudna. Mert fél mindenki attól, vagy a legtöbb ember, hogy veszít. Miért fél? Mert ez gyakorlatilag belénk ivódott. Már a általános iskolában sem arra tanítottak meg, legalábbis engem még biztos, hogy nem, tehát az én generációmat nem arra tanították meg, hogy mit csinálj jól, hanem arra, hogy mit ne csinálj rosszul. Nem az volt a kérdés, hogy hány jót csináltál egy dolgozatba, az volt a kérdés, hány hibád lett. Ez egy hihetetlen fontos nézőpontbeli különbség, hogy amíg mindenki a mínuszra koncentrál, a hibára, addig nem vesz észre a lehetőségeket. Márpedig az elmúlt években a Patreonon látod, Patreon oldal link alul, ahol a személyes vagyonépítésemet mutatom meg, én lépésről lépésre több ágon hogyan építkezem, láthatod, meg szoktam hozni a mínuszokat is, gond nélkül, és a vagyonépítésemet nem arra helyezem, hogy nehogy bukjak, hanem arra helyezem, hogy mit nyerek. És remélem ez egy jó útra való a mai videóba. Tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha gondolod, akkor iratkozz fel, illetve ha szeretnél trollmentes pénzügyi környezet közegbe kerülni, akkor gyere Facebookon az IFL online pénzügyi közösségbe, nagyon jó brigád, trollmentes, tényleg mindenki szereti. Ha tudok neked segíteni, például egyedi kamat jelzáloghitelezésben, ügyintézés, akkor írjál e-mailt, és hát szép napot kívánok nektek, sziasztok!